Köszöntöm a kedves nézőket, indul a Snooker magazin. Herceghalmon vagyunk, a Révész család rezidenciájában, és Révész Bulcsú áll mellettem, aki meg fogja nekünk mutatni a snooker minden csínyát, binnyát. Köszönöm szépen, hogy vendégül láttok minket. Én köszönöm. És akkor beszéljünk arról, hogy mit kell róla tudni. Ha jól tudom, 8 évesen kezdtél el snookerezni, milyen szinten játszol, tehát milyen eredményeid vannak? Igen, 2015. augusztusában kezdtem el játszani, úgy komolyan. Komolyabb eredményeimről 2019. augusztusában volt Oroszországban, Tyumen nevű városban az U16-os világbajnokság. Ott tudtam 12 évesen döntőt játszani, és szintén 2019-ben, decemberben pedig megnyertem az országos bajnokságot. A snooker a biliárdjátékok egyik formája. Mint a Magyarországon ismertebb poolbiliárdban, itt is egy dákó segítségével kell elindítani a fehér golyót, mely az úgynevezett célgolyókat, azaz a pirosakat, illetve a színeseket indítja el útjukra. Révész Bulcsú az ország egyik legjobb játékosa, aki napi szinten lök 100-as brékeket, illetve időnként maximumot is. A snooker lényege teljesen egyszerű. Be kell lökni a golyókat szépen sorjában, de a szépen sorja az, ami nem mindegy, mert hogy mindig egy piros golyót kell belökni, utána egy színes golyót. Megint egy pirosat, megint egy színeset, megint egy pirosat, megint egy színeset. A pirosak értéke 1 pont, mindegyik piros 1 pontot ér, a színesek pedig 2-től 7-ig számozódnak, a sárga 2-t, a zöld 3-at, a barna 4-et, a kék 5-öt, a rózsaszín 6-ot, a fekete pedig 7 pontot ér. Egy különlegesség, hogy maximum bréket is lehet lökni, ez úgy jön ki, tehát hogyha a legtöbb pontszámot akarjuk kihozni, az úgy jön ki, hogyha mindig piros után feketét lökünk be, magyarán a 15 piros, 15 feketével az 120 pont, és utána a színesek szépen sorjában, emelkedő pontszám sorrendben, az még 27 pont, így jön össze a 147 pont. Mi kell ahhoz, hogy az ember jó snooker játékos legyen? Én úgy látom, elég sok snookert nézek, hogy valami végtelen türelem jó, ha megvan az emberben. Ezt jól látom? Igen, muszáj. Hát, ha csak arról beszélünk, hogy a leghosszabb frame, ami a snooker történelmében volt, az több mint 2 óra volt. Pláne egy 10 nyertes meccsen, ugye a VB selejtezőben volt még ez. Türelem mindenképpen kell hozzá, ha az embernek nincs türelme hozzá, akkor egyből elvesztett a mérkőzést. Mentális érettség nagyon fontos, ugye gyakorlás, mert mindig azt mondják minden sporttal kapcsolatban, hogy 10 000 óra gyakorlás után lesz profi az ember. És hát ezek a dolgok alkotnak a snookerben elsősorban egy egészet. Mennyit gyakorolsz egy nap vagy egy héten? Egy héten 6 napon gyakorlok, egy szünetnap kell, az minden sportban muszáj. Iskola után, mármint hétköznapokon ugye 3 órát, hétvégén 2x2-t délelőtt és délután. Snookert a 19. század második felében két biliárd játékból gyúrták össze Indiában állomásozó brit katonatisztek. A hivatalos feltaláló Sir Neville Francis Fitzgerald Chamberlain. A játék elnevezése is az indiai britektől ered, a snooker kifejezés akkoriban az újonc katonákra vonatkozott. Chamberlain annyira rajongott az új játékért, hogy még a lovának is a snooker nevet adta. 1882-ben John Roberts, brit biliárd bajnok, Indiában találkozott Chamberlainnel, aki megmutatta neki az új játékot, melyet Roberts indított útjára Angliában. Indiában úti város klubja volt a snooker első központja, a klub a mai napig őriz egy korabeli asztalt.
A snooker bár nem tartozik a klasszikusan fizikai jellegű sportok közé, mégis érdemes egy kis bemelegítéssel kezdeni, mert hogy elég komoly igénybevételnek tesszük ki a testünket a játék, illetve a gyakorlás közben. Úgyhogy érdemes egy akár egy 3-4 órás gyakorlást vagy játékot 4-5 perc bemelegítéssel kezdeni, a nyakunkat kicsit átmozgatni, a derekunkat, a vállunkat, a karunkat. Ezt jó, ha megtesszük előtte. A snooker asztal egyik alapvető tulajdonsága, hogy nagy, mégpedig nagyon nagy. A hivatalos méretei 1778 mm széltében és 3569 mm hosszában, azaz majdhogy nem 1,8 méter x 3,6 méter. Hogy ezeket a számokat összeszorozzuk, akkor az jön ki, hogy nagyjából 6,3 négyzetméter a snooker asztal, tehát kicsivel nagyobb, mint egy átlagos fürdőszoba. Szerencsére van nálunk egy mérőeszköz, úgyhogy nézzük meg, Búcsú, hogy jó-e, tényleg akkora-e az asztal, amekkorának lennie kell. És tényleg akkora, kicsivel több, mint 177 centi keresztben. Nézzük meg hosszában is. 357 centiméter, tehát tökéletes. Búcsú ifjúkora ellenére már is igen komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. A korosztályos világ és Európa bajnoki részvételek és sikerek mellett rendszeres résztvevő a Magyar Snooker Gálán, ahol a világ legnagyobb sztárjai szoktak fellépni. Búcsú játszott többek között a 2005-ös világbajnok Sean Murphyvel, a 6-szoros világbajnoki döntős Jimmy White-tal, a világ első Judd Trump-al nem sokkal azután, hogy megszerezte világbajnoki címét 2019-ben. Valamint a négyszeres világbajnok John Higginssel is. Ráadásul szemlátomást nagyon is komfortosan érzi magát a világsztárok társaságában.